Benne Erika vagyok, 2010-ben végeztem a Gödöllői Szent István Egyetemen természetvédelmi mérnökként. 2009 végén én örököltem egy kis parasztházat egy picike földterülettel. Mindenképp kertészeti kultúrákba gondolkodtam, ezért 2011-ben jött a gondolat, hogy elsőként megpróbálkoznék őszivetési fokhagyma termesztésével. Főként családom, húgaim, szüleim voltak segítségemre, illetve a párom. Őstermelőként végzem ezt a foglalkozást teljes állásba. A 2011-ben itt Ádándon kezdtük el a termesztést. Ádánd község az kelet-külső Somogy kistájba található, a Koppány és a Sió csatorna összefolyásánál, főként mezőségi, igen termékeny, jó humusztartalommal rendelkező talajokat találunk itt. Termelésünkben a korlátozó tényező egyedül talán a vízhiánya volt. Mindenképpen szeretnénk utat furatni. Valahol a bio és a hagyományos gazdálkodási mód között egyensúlyozunk, de a közeljövőben mindenképp a biotermesztés irányába szeretnénk elmozdulni. 2012-től kezdtünk el gépesíteni. Talajlaborba jártam folyamatosan, mindig vizsgáltattam a talajt, erre alapoztam a műtrágya használatot, tápanyaggazdálkodási tervet készítettünk. 2011 őszén őszivetési fokhagymával kezdtünk el foglalkozni. Makói őszi fokhagymát hoztam, de erről a fajtáról tudni kell, hogy a nemesítése már igen régen megszűnt, így a fajtának a tipikus jellemzői, jellemvonásai sok esetben eltűnnek. Én az évek során megpróbálom talán ezt a fajtát egy picit kitisztítani. Fél hektáron fokhagyma termesztéssel kezdtem a gazdaság elindítását, de 2012-től nagyjából 2 hektár szántóföldet szeretnék vetésforgóban kertészeti kultúrákkal hasznosítani. 2011-ben még makóról hoztuk a fokhagyma alapanyagot vetni, ekkor 600 kilónyi fokhagymát ültettünk el kézzel, hatalmas kézi munkaerő igénye van ennek. Egyenként pucoltuk le, szedtük gerezdekre, külön válogattuk az egészséges, jó külső gerezdeket, csak ezeket használtuk a vetés folyamán. Tavasszal a munkátok azok főleg kapálásból, gyomlálásból álltak. A felszedést szintén egy nagyon munkaigényes folyamat, június végén, utolsó hetébe kezdtük el. Ennek is javarésze kézzel történt, utána rendre terítve száradni hagytuk 1-2 napig, majd kertészcsomókba kötöttük, és beszállítottuk a szárítóba, ami lényegében egy tető alatti rész, dróthúzalokkal, amikre kiteregetjük, felkötözzük a hagymát, és itt szárad 2-4 hetet, attól függően, hogy milyen éppen az időjárás. Majd pedig ezután talán a legmunkaigényesebb folyamat, a pucolás következik. Nem állítottunk belőle készterméket, pusztán fél kilós, kilós, illetve darabos kiszerelésben árultuk, fonatokat készítettünk belőle. Jövőre viszont szeretnénk már fokhagymaolajat, savanyúságot és egyéb késztermékeket előállítani belőle, illetve henteseket és a kisebb éttermeket, vendéglátóegységeket szeretnénk pucolt és fagyasztott fokhagymával kiszolgálni. Bővíteni szeretnénk egyrészt a hagyma kínálatunkat, nem csak fokhagymával szeretnénk foglalkozni, hanem más hagymafélét is szeretnénk termeszteni. Lilahagyma, vöröshagyma, sonkahagyma, póréhagyma. Továbbá szeretnénk a hagyma után vetésforgóba tökféléket ültetni. Próbálkozunk a csemege, kukorica, a burgonya és a fűszerpaprika termesztéssel is. A fűszerpaprikát a későbbiekben szeretnénk őrleményként feldolgozni is. Megoldásként egyre inkább én is azt látom, hogy a vidéki ember megélhetésének a kulcsa a mezőgazdaság. Egyre inkább azt látom, hogy megjelenik egy olyan tudatos vásárlói réteg, akik számára fontos, hogy megbízható forrásból jó minőségű, egészséges terméket tudjon vásárolni. Pont ez a termelői réteg az, aki ki tudja elégíteni ezeknek a tudatos vásárlóknak az igényeit.